Tudományos kiadványok, konferenciák, új Benyovszky szobrok, a Magyar Post által kiadott emlékbélyeg és egy Benyovszkyról írt musical bemutatója is szerepel az Emléké programjában. Sokan Madagaszkár királyának tekintik őt, mi ezt a királyt, ezt mindig idézőjelbe tesszük, nem volt király, hanem tulajdonképpen kormányzó lehetett Madagaszkár szigetén, sokat tett persze a szigetért. Benyovszky Móriczot magukénak vallják a magyarok, a lengyelek, a szlovákok, de egy kicsit az osztrákok is. Az idei kettős évforduló alkalmat ad arra, hogy egy nyughatatlan lelkű, négy földrészen is megfordult magyar világutazóra, felfedezőre, kiváló hajósra és katonára emlékezhessenek tisztelői, mondta el Potápi Árpád János. A magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár hozzátette, az emlékév egyik célja, hogy Benyovszky életének több, eddig homályos pontját tisztázzák. Lehetőséget teremt újabb tudományos igényel megírt könyvnek az elkészítésére ez az emlékév, illetve elkészült egy magyar musical Benyovszkyról, ezt is szeretnénk az év során bemutatni Magyarországon, és esetlegesen pedig külföldön is. Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta ZRT elnöke bemutatta a 70 ezer példányban kiadott bélyeget, melyen a Benyovszky Nemzeti Emlékbizottság logója és egy korabeli látcső szerepel. És miért is bélyeg az informatika és az elektronikus levelezés világában? Hát azért, mert a bélyeg is utazik. A bélyeg utazik a világ minden tájára, viszi hírünket, Magyarország hírét, magyar tájak hírét és a magyar emberek hírét a világba. A fővárosi állat és növénykert 950 faj egyedeit, köztük Benyovszky utolsó otthona, Madagaszkár élővilágának képviselőit mutatja be. A Madagaszkár vezetőjeként elhunyt Benyovszky Móriczra az állatkertben 2010 óta szobor is emlékeztet.